Az Óbecsei Györgye Predin Bádzsá Sportközpont szabadtéri medencéiben a fürdőidény pénteken június 7-én kezdődik. Ekkor a belépő minden látogatónak ingyenes lesz. A polgárok idén-nyáron is igényelhetnek szezonjegyeket. 35 belépésre az ár 4000 dinár, 18 belépésre 2200, 10 fürdőzésért pedig 1500 dinárt kell fizetni. Az iskoláskorú gyerekek részére a belépés díjtalan. Június 8-ától kezdődik a fürdőidény a belépődíj megfizettetésével. Az árak nem változtak. Egy személynek a belépődíj 200 dinárba kerül. Legjobb csoportosan jönni, mert egy 4-tagú csoport 600 dináros belépőt fizet, vagy még jobb igényelni a szezonjegyeket, melyek sokkal kedvezményesebbek és olcsóbbak a polgárok részére. Az előkészületeket lassan befejezzük, még néhány apróbb munkát kell a mestereknek elvégezni, akiknek a munkájával nagyon meg vagyok elégedve. Minden a terv szerint halad. A medence vize készen áll, már melegítjük. Abban reménykedünk, hogy az idő is kedvez, és akkor elkezdődhet a fürdőidény. A fürdő komplexumon belül a vendégeknek több vendéglátóhely is rendelkezésre áll. Míg az Óbecsei Népkönyvtár idén is kölcsönözni fogja a könyveket. A fürdőzők napozó ágyakat bérelhetnek naponta 100 dinárért. Emlékeztetünk arra, hogy a szabadtéri medence a polgárok részére 9-től 19 óráig tart nyitva, az éjjeli fürdőzés pedig 22 órakor kezdődik. Éjszakai fürdőzés egyelőre nem lesz, mert az éjszakák még mindig nem elég melegek ahhoz, hogy ez igazán élvezetes legyen. De mihelyt az időjárási feltételek megfelelően lesznek, természetesen lesz éjjeli fürdőzés. Az elkövetkező napokban Óbecsén tartózkodik felkészülésen a franciai, az oroszországi és a szerbiai vízilabda csapat. Hogy a medence jó, és hogy a feltételek is megfelelőek, bizonyítja az is, hogy érkeznek a franciaországi, az oroszországi és a hazai szenior vízilabda csapatok felkészülésre, edzésekre ide Óbecsére. Ez mindannyiunk számára, akik itt dolgozunk a sportközpontban, egy nagy elismerés, hogy ilyen magasrangú csapatok minket választanak ki, hogy itt végezzék el a felkészülést. Ez számunkra bizonyíték arra, hogy jók vagyunk, de persze nem jelenti azt, hogy ne fejlesszük a továbbiakban is a kínálatunkat. A hagyományos rendezvényen, amely a Dán Polyasecsérnerépe elnevezést viseli, és amit idén a Pikbecsej területén a Sunoco cég szervezett, a mezőgazdasági termelők tapasztalatokat cseréltek a jó mezőgazdasági gyakorlat terén. Az MK Group keretében működő Sunoco cég képviselői a cukor és a cukorrépa aktuális piaci helyzetéről beszélgettek az egybegyült partnerekkel. Az volt a célunk, hogy ismét kapcsolatot teremtsünk a mezőgazdasági termelőinkkel, és hogy elmondjuk nekik, hogy minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy fellendítsük a hozamokat és a cukortermesztést a földterületeken. Szeretnénk a munkába bekapcsolni az összes tudományos intézmény munkatársait, a magházakban és a növényvédelemben dolgozó kollégákat, hogy biztosítsuk a mezőgazdasági termelőinket a biztos és védett termelésről, a növekvő hozamokról, mert ez az együttműködési forma a win-win kombináció a cukorrépa termesztők részére is, és a mi részünkre is. Annak ellenére, hogy idén az első negyedév végén és a második negyedév elején aszály volt, továbbá, hogy a hideg és a meleg időjárás hirtelen váltakozott, valamint, hogy a kukoricát és a repcét betegség támadta meg. A májusban bekövetkezett bőséges csapadék és a hőmérséklet stabilizálódása kedvezően hatott a cukorrépára. Ezért ebben az évben is a hozam teljes mértékben kielégíti majd a piaci igényeket. Már látható, hogy a répa most jelen pillanatban extra fázisban van. Nagyon bízom abban, hogy nem járunk úgy, mint tavaly, amikor rothadással küzdöttünk is ehhez hasonló dolgokkal. Idén kevesebb cukorrépa lett ültetve. Hát reméljük, hogy a cukoripar egy kicsit jobban odafigyel majd a jövőben a termelőkre, és nem lesz olyan szigorú velünk. De persze nekünk is követnünk kell a termesztés folyamatát, mert most kezdődnek a cukorrépa különféle betegségei, amikor jön a meleg. Tehát időben kell reagálnunk, hogy megúvjuk a répát, és akkor majd nem fáj a fejünk. Bár a cukorgyára kedvezőbb feltételeket kínálnak a tavalyi évhez képest, a mezőgazdasági termelők cukorrépa iránti érdeklődése csökkent. Ezt alátámasztja az a tény, hogy Szerbiában idén közel 30 ezer hektár édesgyökérrel beültetett terület van, ami rekord alacsony termelés ennek a kultúrnövénynek az esetében.
Úgy vélem, hogy az elkövetkező években meg kell növelni a cukorrépa termesztést, hogy a szerbiai cukoripar fennmaradhasson. Nem tenne jót nekünk, ha tönkre menne. Az államnak kellene ezen szubvenciós intézkedésekkel javítani. Mi mezőgazdasági termelők lassacskán elveszítjük a versenyt az európai országokkal szemben, éppen a szubvenciók miatt, ami nekünk nincs. Nekünk van Európában a legdrágább üzemanyagunk a mezőgazdaságban. Az egész Európában a földművesek nem fizetnek fogyasztási adókat, csak mi nem vagyunk ez alól felmentve. Mi a naftáért dupla árat fizetünk, mint Európa többi országában a mezőgazdasági termelők, akik minden hektár földterületre kapnak szubvenciót. Nálunk ez nem így működik. Mi kis támogatásokat kapunk, és ezért óriási problémáink vannak, mert a piacunk nyitva áll, de mi nem versenyezhetünk a konkurenciával ilyen feltételek mellett. A mezőgazdasági termelők a megoldást a cukorvilágpiaci árának stabilizálásában látják, amely az elmúlt 5 évtized alatt tavaly volt a legalacsonyabb. Mi azt várjuk el, hogy a cukorára megjavul. Ezzel egyidejűleg a cukorrépa ára is növekedhet. Másfelől mi a termelőinktől azt várjuk el, hogy minél jobbak legyenek, hogy minél többet termeljenek, és ezáltal nagyobb jövedelmet tudnak majd megvalósítani, függetlenül az áraktól. Ők a földeken tulajdonképpen cukortulajdonosok lesznek. Becslések szerint az ültetési területeken a realizált hozamoktól függően Szerbiában 230 és 260 ezer tonna között lehet cukrot előállítani, és hazánkban a fogyasztás mintegy 200 ezer tonna. Az Óbecsei Műszaki Iskola és a Közgazdasági Kereskedelmi Iskola végzősei tegnap felvonultak a belvárosban, és megtartották ballagási ceremóniájukat. A diákok ünnepi díszruhába öltözve, a család, a barátok és az ismerősök jelenlétében ünnepélyesen elbúcsúztak a középiskolai oktatástól, amire elmondásuk szerint sok minden miatt fognak emlékezni. Hát mi most ballagunk, és nagyon örülök, hogy itt vagyunk, mert kisosztály vagyunk is, nagyon sok dolgon átmentünk, mind a 11-en, és nagyon nehéz volt elválni hát az iskolától, pedig alig vártuk, hogy kimenjünk, de nagyon örülök, hogy végül is itt vagyunk a végén, és ugyanúgy összetartottunk, mint ahogy eddig a 4 év alatt. Tovább tanulásként Szabadkára szeretnék menni, tanítóképzőbe, és remélem, hogy majd az elmúlt évek után majd újra találkozunk az osztálytársaimmal. A középiskoláról csak a legjobbakra fogok emlékezni természetesen. Nagyon élveztem ezt a 4 évet, nagyon jó csapat volt az osztályunk, nagyon jó volt ez az iskola, és szeretnék belföldön dolgozni, lehetőleg itt Bécsén, ezt tervezem. Először is mind külföldre szeretnénk kimenni. Nem terveztünk egyetemre menni, nagyon szeretünk utazgatni, szóval a jövőben is ezt fogjuk csinálni. Ugyanez, én is megyek vele. Én az osztályomra fogok emlékezni legjobban, mert felejthetetlen 4 évünk volt együtt. Rengeteg emlékünk, és hihetetlen, hogy ez a 4 év ilyen gyors elmúlott, nagyon fognak hiányozni a sok bolondkodás, a sok szenvedés órákon, hogy mikor lesz vége, mikor csöngetnek, nem fogom őket elfelejteni. Mondjuk rá, hogy az osztályról esetleg a közös szórakozások, tanórákról ilyen hülyéskedések, meg ilyesiről fogjuk legjobban, talán a szökések fogjuk legjobban tartani az emlékezetet. Hogy mire szeretnék tovább menni Újvidékre a Fölöv Egyetemre? A ballagók a felszabadulás téri ünnepélyes felvonulás után a közeli vendéglátóipari létesítményben az esti órákig folytatták az ünneplést. Óbecse Község Gyermekbarátok Egyesülete a szociális védelem területén és a projektek és programok értékelésének és rangsorolásának listája alapján kifogást nyújtott be a bizottsághoz, amely határozatot hozott a nem kormányzati szervezetek finanszírozására szánt pénzeszközök elosztásáról a községi költségvetésből. Meg vagyunk lepődve a bizottság határozatán, hogy a projektünket mindössze 37 ponttal értékelte. Mi úgy véljük, hogy ez egyáltalán nem objektív, ezért ma kifogást nyújtottunk be a pályázati szabályzat alapján. Elsősorban azért, mert úgy véljük, hogy a bizottság diszkriminatív módon, nem professzionálisan és nem objektíven hozta meg határozatát a projektünkkel kapcsolatban, amit maximális szakértelemmel és szakszerűen készítettünk el a több éves tapasztalat alapján.
A bizottság javaslata szerint a Multiplikáció toleránsan élni elnevezésű projektet Óbecse község 110 ezer dinárral társfinanszírozza, az egyesület viszont 720.400 dinárt kért ugyanezért. Elmondásuk szerint a projektben való részvételük valamivel több mint 3,4 millió dinár. Jogunk volt megnézni minden projektet, amelyekkel a szociális védelem területén pályáztak. Meglepődtünk a rengeteg rendellenesség láttán. Úgy hisszük, hogy a pályázaton belül sok minden nincs egybehangolva, sem a jogszabály, sem a pályázat kiírása. És ami miatt igazán nagyon meglepődtünk, az az, hogy a 240 pontból a mi projektünk mindössze 37 pontot kapott. Mi benyújtottuk a kifogásunkat, mindent megindokoltunk a rendelkezésre álló összes bizonyítékkal, és azt kérjük a bizottságtól, hogy vizsgálja felül a határozatát. Az egyesület jelenlegi költségvetési struktúrája alapján július 1-től a projekt további megvalósítása megkérdőjeleződik, mondta Sormáz, hozzátéve, hogy a Gyermekbarátok Egyesülete az egyetlen olyan szervezet, amely 12 hónap alatt minden program tevékenységet szigorúan a társadalmi gyermekgondozásra fordított. A pályázatokban nem ismerhetők fel a stratégiai dokumentumok. A mi projektünkben mindez precízen megvan, hogy mi melyik prioritásra vonatkozik. Mi ma elindítjuk a kampányunkat, mert egyszerűen nem várhatunk. És bármi történjen is, én felkérem és meghívom mind a 256 aktivistánkat, akik a kezdetektől be voltak kapcsolva ebbe az interkulturális csereprogramba, továbbá a szülőket, a támogatókat, a partnereinket, hogy közös erővel próbáljuk meg biztosítani a pénzeszközöket az előttünk álló aktivitásainkra. Emlékeztetünk arra, hogy Óbecse község Gyermekbarátok Egyesülete 2001-ben alakult, és 2005-től a Multiplikáció toleránsan élni elnevezésű projekt stratégiai partnere a svájci Pestalozzi Gyermekalapítvány. Az első önálló képzőművészeti kiállításának 5 évtizedes jubileuma alkalmából Sipos Tibor nyugalmazott ügyvéd kedden az Óbecsei Népkönyvtárban bemutatta Káplár című könyvét. Az alkotásról Pósa László római katolikus plébános beszélt. A könyv egy részletét pedig Tótkása Piroska, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szivárvány képzőművészeti szakkörének elnöke idézte. Ennek a Káplár elnevező könyvnek van egy ilyen önéletrajzszerű jellege, és nem kimondottan, nem szokványos önéletrajzírás, hogy elkezdem, hogy mikor születtem, és akkor mi történt velem, hanem ilyen kisebb részletekből áll, inkább ilyen novellaszerű, de olyan eseményeket írok le, amelyek velem történtek meg, és így akkor prezentálja, tehát az én életemet körülbelül lehet képzelni, a gondolkodásmódomat, meg amik történtek velem, és így került sor erre a könyvre. Ezeket az eseményeket hát régen hordoztam magam, úgyhogy nem kellett sokat gondolkodni, csak amikor szabadidőhöz jutottam, akkor leültem, és egyszerűen ki kellett írnom. A keddi könyv bemutató során Sipos Tibor egyúttal bemutatta 20 legújabb portréját is, melynek szereplői életének és környezetének részei voltak. Az alkotások olajfestési technikával készültek. A kiállított műveket Alexander Lucsics képzőművészeti pedagógus méltatta. Kiállításra került itt körülbelül 20 barátomnak az arcképe. Ezek úgy születtek, hogy amikor voltam kórházban, hazajöttem, és akik továbbra is ápolták velem a kapcsolatot, akkor ugye ott megittok a kávénket, beszélgettünk, és akkor minden sorban igyekeztem megfesteni, és akkor összejött az a 20 kép, hát akkor csináljunk el. Ők is igényelték ezt, hogy valahogy mutassuk be őket, és hát én is akkor szívesen tettem föl, és ez egy jó alkalom volt arra, hogy ezt megrendezem ezt az estet. Sipos Tibor kisgyermekkora óta foglalkozik festészettel. Első önálló kiállítása Zágrábban volt 1969-ben. Alkotásait többek között bemutatták Londonban, Buenos Airesben, Los Angelesben, Sydneyben, Tunéziában, San Franciscóban és Budapesten.
A Szivárvány festőcsoport, amely a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör keretében működik, szerdán megnyitotta a hagyományos évi nagy kiállítását az Óbecsei Körgalériában. A 33 amatőr művész, akik december óta dolgoztak alkotásaikon, összesen 60 műalkotást állítottak ki, a leginkább használt olajfestési technikával, amely egyúttal a leghálásabb technika is. Már hosszú ideje rajzolgatok, de körülbelül fél éve intenzíven, amióta bekapcsolódtam a csoportba. Nekem ez az első kiállításom. Két képem szerepel ezen a kiállításon. Az egyiken egy vitorlás, a másikon egy csónak látható. Mozgássérült vagyok. Több mint valószínűleg, hogy az véget is kezdtem el, mert amikor hazakerültem a kórházból 22 hónap után, akkor nem tudtam mit csinálni magammal, őszintén szólva, és a négy fal az különben nem, hogy hívják, jót nem tesz az emberekkel, akkor elkezdtem ott rajzolni, festegetni, és akkor így lassan, ilyen amatőr módon, semmi különlegesen, és akkor az, hogy az emberek kezd vagyok, nagyon jó a társaság, hát ittem, többi valószínűleg meglássák, én föltalálom magamat, jó érzem magam közöttük, és akkor megy lassan a festés. 5 éve vagyok tagja a Szivárvány festőcsoportnak, szívesen festek, sokat társalgunk, megyünk, mindenfelé, máma két képet állítottam ki, téli képet, a kisunokámtól kaptam, hogy festjem meg, leküdte ezt Amerikából, hogy festjen meg. Évről évre észrevehető az egyre minőségesebb munka és a művészi alkotások fejlődése, amely a közönség reakciója szerint meghaladja az amatőrizmus kereteit. A csoport 17 éves, minden héten dolgozunk, csütörtökön mindig összejövünk, nem csak kávézunk, hanem festünk, tehát hetente ecsetét fogunk a kezünkbe, és hogyha az ember ennyi dolgozik, akkor előbb-utóbb eredménynek kell lenni. És hogyha ez látszik a képeken, az örömünkre szól, mert úgy látszik, hogy nem hiába tanultunk. A közeljövőben szeretnénk egy kicsit szakembereket is bevonni a munkánkba, hogy többet tanuljunk, és hogy a következő évben a kiállításon még szebb képeket tudjunk kiállítani. Az óbecsei remek művek mellett a Körgaléria falait a temerini, a kamanci és a csantavéri alkotók művei is díszítik, és ami egyre több kiállítót vonz más helységekből is, az a családias légkör és az aktív munka, amely a Szivárvány festőcsoportot jellemzi. Úgy is tekinthetünk rá, mint a Szivárvány festőcsoportnak egy nagy képére, mert mindenki együtt dolgozott, nem mindegyiket a Petőfiben készítettük, de mindannyian együtt csináltuk, együtt dolgoztunk, és most, hogy ezt így kiállítottuk, akkor ez jellemzi a mi családias hangulatunkat, és én ezt úgy is tekintem, mint a Szivárványnak egy nagy-nagy közös munkáját. A Cacib Óbecse 2019 hetedik nemzetközi kutyakiállításra a múlt hétvégén az Alsó Parkba 15 országból 262 kiállító érkezett. A 347 kutya konkurenciájában, akik az FCI 10-es fajta csoportban versenyeztek, a legszebb kutyának járó titulust a 3 éves közép-ázsiai juhászkutya Béla nyerte. Tulajdonosa az óbecsei állatorvos Zsárkó Mikalacski. Egy máltai kutya lett a második. Harmadik egy nyugacskót fehér terrier, a negyedik helyezést pedig egy tacskó nyerte. Ő a mi házi kedvencünk, közép-ázsiai juhászkutya, Béla, ez a beceneve, mivel a gyermekeink kedvence. Kiderült, hogy a kutyakiállítás legszebb kutyája is. Ez már a harmadik vagy a negyedik győzelme. Az idei kiállításon a legszebb óbecsei kutyának járó titulust Mani, a fiatal Dobberman nyerte, akinek tulajdonosa Milan Mátics. Mani egyúttal megnyerte a legjobban kezelhető kutya díját a junior kategóriában. Az óbecsei Angyó Setán tenyészet kutyája, az ő neve Angyeo Setán Mani, 19 hónapos. Általában minden kiállításon nyer, a külföldieken is, Romániában, Magyarországon, és tenyészetünk legjobb potenciálja. A legszebb fiatal kutyának nevezték ki a 9 hónapos Miss Laika Beagle fajtájú kutyát, akinek tulajdonosa a bácsföldvári Dejan Klájics, és akinek a másik nőstény kutyája Oliva kapta a legszebb és legfiatalabb kutya titulust. Ő Miss Laika, az én tenyészetemből, tulajdonképpen a 12-13 év kemény munkájának eredménye, és végre most már komoly tenyészetünk van, és a kutyákkal mehetünk a komoly kiállításokra.
napra. Ennek a kutyának ez az első kiállítása, és már is sikert ért el. Az Óbecsei Kinológiai Egyesület a kiállítás legsikeresebb résztvevőinek serleget biztosított, tehát a faj legjobbjainak, az FCI csoport legjobbjainak, a legszebb kutya titulusért a baba, a legfiatalabb, a junior, a veterán kategóriában, valamint az FCI csoporton kívüli fajtáknak is. Hét ringben értékeltek a bírók, akik Olaszországból, Ukrajnából, Magyarországról és Szerbiából érkeztek. Az eső sajnos megzavarta a kutya kiállítást, de hát szerencsére a kutyáknak nem ártott annyira. Összességében elégedett vagyok az idei cacibbal. Reméljük, hogy jövőre még többen eljönnek. Az Óbecsei Biliárdliga hivatalosan a legsikeresebb versenyzők elismeréseinek kiosztásával fejeződött be, a Sztárigrád vendéglőben. Az első liga serlegét Sinisa Gospodinac kiszerezte meg, második helyezett Milenko Jovanov lett, harmadik helyezést pedig Nikola Vukovic szerzett. Ami a második ligát illeti, az első helyért járó serleget Dragan Ludaic kapta. Második helyezett Vladimir Vránics lett, a harmadik helyet pedig Halápi Attila küzdötte ki. Egész éven keresztül barátkoztunk, sajnos egyesek munkahelyi kötelezettségeik miatt elhagyták a biliárdozást, bár most lehet, hogy ők lennének az élen, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy nincsenek itt. Ez volt azonban az én szerencsém, mert ennyi év után végre sikerült megnyernem az első helyért járó serleget. Már 4-5 éve létezik ez a biliárd bajnokság, sohasem sikerült, de most megnyertem, és nagyon örülök neki. Én a múlt szezon óta minőségben a második ligába kerültem. A konkurencia elég erős volt. Sok gyakorlással, biliárdozással sikerült megszereznem ebben a ligában az első helyezést, és ezzel egyidejűleg bekerültem az első ligába is. Hogy mi lesz a következő szezonban? Az majd kiderül. Mit vár el? Azt várom el, hogy első legyek az első ligában. Az elmúlt Óbecsei Biliárdliga sajátságos volt, a múlt év szeptemberétől pedig a játékosok megegyezése alapján két rangra osztották szét, azaz két ligára, a játékosok minősége szerint. Mindkét ligában 12 játékos versenyzett Óbecse községből és a szomszédos Törökbecséről, a verseny pedig a 8-ason, azaz a 8 internacionálon alapult. Április végén a play-offban mindkét liga 4-4 legjobb játékosa versenyzett, a három legsikeresebb pedig a verseny magasabb rangjába kapott helyezést. Egykor létezett Óbecsén biliárdklub, ám ahhoz, hogy ma ismét megalakuljon, szükséges néhány feltételnek eleget tenni. Nagyobb hely kellene. Egy olyan terem, ahova 3-4 biliárdasztal is befér, hogy versenyezhessünk, mert a versenyek előírásai ezt megkövetelik. Sajnos jelenleg nincs ilyen helyiségünk, ezért mi kárpótoljuk magunkat ezzel a ligával. Nagybecskerekre, Újvidékre megyünk tornákra. Ők sajnos nem jöhetnek ide, mert nagyon komplikált és hosszú ideig tart, ha csak egy asztalon zajlik a verseny. Úgyhogy a mi versenyeink egyenlőre erre a ligára korlátozódnak. Péntekenként szoktunk összejönni, és olyankor mindenki mindenkivel versenyez. Ezért tart szeptembertől májusig. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az elmúlt szombaton a Volleyball Open Becsei 2009 röplabdatorna, valamint azt, hogy a vajdasági városok legfiatalabb röplabdázó lányainak versenyét szervezik meg, immár egy évtizede. Idén is, mint minden évben, a Becsei Női Röplabda Klub mind a 6 kategóriában versenyzett, azaz a 2006-os korosztálytól a 2011-es korosztályig. Ez egy hagyomány, ami folytatódik. Minden évben új klubok jönnek hozzánk, és ez nagyon szép, hogy ismerkedhetünk és bővíthetjük a barátok listáját. Idén Lazarevácról, Belgrádból és egész Vajdaság területéről érkeztek versenyzők, mintegy 15 klub, több mint 100 csapata jelentkezett a tornára. Kellemes a hangulat, a gyerekek is jókedvűek, szeretnének bizonyítani. A torna megszervezésének egyik oka az, hogy a versenyzőinknek a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk. Mindemellett állandóan magas szintű tornákra utazunk Vajdaság szerte és szélesebb körben is. Mindezt miattuk szervezzük. Ezen a tornán 11 csapattal veszünk részt különböző kategóriákban, és jó eredményekben reménykedünk, bár a legfontosabb az, hogy megmutassák, hogy mit tanultak idáig, és azt gondolom, hogy ebből majd egy-egy érem és oklevél is születik.
A Gyorgye Predin Bádzsa sportközpontban 13 pályán zajlott a versengés. Az ilyen tornák egyik célja az ismerkedés, a barátkozás és a tapasztalatcsere, mind az edzők, mind a résztvevők között. Fontos számomra ez a torna, mert már hosszabb ideje röplabdázom. Nagyon jó csapatom van, nagyon jól megértjük egymást, és mindig elérhetők vagyunk egymás számára. Sohasem veszekszünk és nem kiabálunk. Ha vesztünk, akkor azt úgy fogjuk fel, hogy ez egy újabb lecke, és nem vagyunk szomorúak. Most éppen két mérkőzést is megnyertünk, így bejutottunk az elődöntőbe, és bízunk a győzelemben. Nagyon szép itt, mert röplabdázunk, szórakozunk, és így. Nekem is nagyon szép itt, és nagyon szeretek röplabdázni. A konkurencia jó, de még egy csapatot se győztünk le. Ugyanezt tudom elmondani. A konkurencia jó, két mérkőzést elveszítettünk, és ezért már nem játszunk tovább ezen a tornán. Ti ketten miért jártok röplabdára, és mikor kezdtétek el az edzést? 3 évvel ezelőtt kezdtem edzeni, szerettem volna röplabdázni, mert nagyon tetszik ez a sport. Ugyanez a véleményem. Nekem ez volt a második tornám, és nagyon jók a benyomásaim. Már régóta röplabdázom. Nekem ez az első versenyem, és nagyon tetszik. Szeretném, ha a második is ilyen jól sikerülne. Már 2 éve röplabdázom, úgyhogy ez nem az első torna, amelyen részt veszek. Milyenek a benyomásaid? A benyomásaim, hogy minden tökéletes. Szeretem a röplabdát, ez a kedvenc sportom. Ami az eredményeket illeti, az óbecsei röplabdázó lányok csapatérmet és egyéni díjakat is nyertek. A 2006-osok korosztályában a Becsei egy lánycsapata második helyezést harcolt ki. A Becsei 2 röplabdázó lányai pedig 3. Egyéni elismerésben részesült Nina Strbac, a legjobb blokkoló, Anya Markovics, a legjobb labdafelütő, Dunya Radoszávjevics, a legjobb technikus, és a legjobb labdafogadó, Angela Nikolic. A 2007-esek korosztályában az óbecsei röplabdázó lányok ezüstérmet szereztek. A legjobb blokkoló Nikolina Sekulic lett, a legjobb labdafelütő pedig Una Szalák. A 2010-esek és fiatalabbak konkurenciájában a Becsei női röplabda csapata 3. lett. A legjobb felütőnek Angela Dadicet kiáltották ki, a legjobb technikus pedig Nina Kosárka lett. A torna mellett az óbecsei röplabdázó lányok befejezték a 2. Vajdasági Liga szenior bajnokságát is. A kabuli Respekt röplabda csapatot győztük le, és ezzel a győzelemmel úgymond lezártunk egy szezont, amely rendkívül sikeres volt. A fiatal lányok a szenior kategóriában 2. helyezést értek el a ligában, ami tényleg kitűnő eredmény. Ez tulajdonképpen annak a munkának az eredménye, amely itt kezdődik ennél a korosztálynál. Tehát a munka az, amivel eredményt lehet elérni. Semmi sem történik egy éjszaka alatt.